Következő jelenetben azt fogjuk megmutatni, hogy milyen az, amikor nem megy otthon az internet, és felhívod a szolgáltatót, és én leszek a szolgáltató. Halló! Az önhívása annyira fontos számunkra, hogy következzen rögtön az örömóda. Ha a bécsi filharmonikusok előadásába szeretné meghallgatni, egyes gomb, Bunyós Pityu előadja szintetizátorral, kettes gomb, kapcsoljuk munkatársunkat, hármas gomb. Ez az, hármas gomb. Bángolj fel a lelkünkben, szép égi szikra, szent öröm. Nem megy az internet. Térj be hozzánk, drága vendég, tündökölj ránk, fényezöm. Nem megy az internet. Hagyjad már, hogy végén nekem ezt a kurva számot. Persze, hogy nem megy az internet. Minek másért hívtál volna fel? Névnapot köszöntenél? Hát de ha egyszer nem megy... Annyira be van szarva rendszer, hogy én kell dúdoljam. Ó! Egyesítsed szellemeddel, nem mit szólt el, félbeszakítani a számosak. Most előről kell kezdjem. Miért kell előről? Azért te hozzájárul az, hogy hívásra rögzítve legyek? Nem. Azért te pézsmatulok szopó. Na csak akkor kezdhetünk el beszélgetni, miután 50-szer lejátszottam neked az örömódát. Szóval engem itt hülyének néznek. Csak a 50-szer meg is hallgatod. Hol tudom máshol bejelenteni, hogy nem megy az internet? A weboldalunkon. Fasza. Akkor maradjunk a telefonnál, énekelj egy nyugodtan azt az örömódát. Mi ez, bazd meg, kívánságosára? Azt hittem, a baszakodásnak ennél a fázisánál tartunk. Azt mi majd eldöntjük, hogy a baszakodás melyik fázisánál tartunk, minket ezért fizetnek. Amúgy az örömóda jó dal, régen, ha nem ment az internet, egy Zambó Jimmy dalra kellett várakozni. Melyikre? Ez egyszer megjavulok én. Amúgy mi a gond az internettel? Hát például betölti a YouTube-ot, de nem engedi lejátszani Bájarex új számát. Ja, azt a számot én sem engedném lejátszani. Hát, nem tudja elénekelni a YouTube? Azt nem csak a YouTube, az Bájarex se tudja elénekelni, de... Hogy írd be a örömóda, lássuk, azt lejátszom. Jó, egy pillanat. Beírtad? Igen. Lángolj fel a lelkünkben, szép égi. Te énekeled? Hogy is térve. Azt akarom, a YouTube énekelje. Jó, mi a számot? Hát nem az örömóda. Ügyfélszámot. Ja. Egy. Igen, egy számot kell bemondani, nem dadogni össze-vissza. Hát ez az ügyfélszámom, én választottam 3-1-es, utána Mohácsi vész, a világosi fegyverletétel, meg a trianoni döntés dátuma. Jó kis vidám ügyfélszámot választottam. Na, be kell írnom a földrajzi IP címkeresőbe, hogy honnan hívsz. Hát itthonról. Kicsit pontosabban, ha lehet. A kanapéról. Mit ír a képernyődön? Samsung. Mi van lenne a sarokban az óránál? Pókháló. Nem a szobas... A képernyő sarkában jó, azt írja, nincs kapcsolat. Na, ki kell derítenünk, miért nincs kapcsolat? Hát, mert anyámmal élek, így ugye nehéz. Néztél mostanában a vírusfertőzött pornó oldalt? A délelőtt. Mert? Anyám dolgozni van. Értem. Tűzfalad van? Nem, ez ilyen újépítésű panel. Körbe terasz van végig. Akkor hogyan óvod a számítógépet? Hát egy abrosszal ezt tudtuk takarni este, egy kicsi vázát, de nem tudok valaki mással beszélni tőletek. Adhatnám a System Network User Account Manager, csak kiszállásom. Csak ott mi csinál? System Network-oskodik? Vagy... Disznót vág. Telefont fel tudná venni. Le van merülve. És nincs nála egy töltő? De van. Na. Hurkatöltő. Meg tudjuk javítani, nézd meg, hogy a modemen helyesen van konfigurálva a 32 bites proxy IP címe? Hogy mi van? Villog a kicsi zöld lámpa? Jaj, az villog, igen. Villog a kicsi fehér lámpa? Az is villog, igen. A modemen? Nem, a karácsonyfán. Karácsonyfán. Szerintem ide egy szakember kell, küldjél ki egy szerelőt. Jó, csak a kiszállási díj 6000, aztán, hogy a kicseréljük, akkor 9000, aztán garanciális. Várj, elég szarul állok anyagilag. Mit tudsz küldeni 480 forintért? Pénzenergia! Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire!